nem tudom fölfogni. Na itt valamit ír. Nem... Még most is sokkos állapotban van a közel 2 hete meggyilkolt kislány édesapja. A 6 éves Leonettát a család házának hátsó kertjénél a patak partján ölte meg a saját unoka testvére. A kislányt hétfőn temették el. A szülők azt mondják, még mindig őt látják, ha kilépnek a házból, ezért még kedden elköltöztek innen. Sajnos a szülők már nem tudnak itt maradni ezen a helyen, mert itt ölték meg a kislányukat. Ideglenesen elmennek az édesapám anyósához, kisvejkére, amíg nem találnak egy házat. A szülők tehát a rokonoknál kaptak ideglenesen szállást, ám ott csak néhány napig maradhatnak, és amúgy is vissza szeretnének költözni Szekszárdra, hogy rendszeresen kijárhassanak a temetőbe. Ebben kérnének most segítséget. Ideglenesen tudnak elmenni 1-2 hétre valóva, és utána meg nem tudják, hogy hova menjenek. Annyira kérném őket, hogy segítsenek egy lakhatási helyet nekik biztosítani. És még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy segített és részt vett a temetésen. A 6 éves Leonettától hétfőn délután vettek végső búcsút a szekszárdi újvárosi temetőben. A kislány fehér koporsóját több százan kísérték el utolsó útjára.